Sziasztok, Andi vagyok, az Anamé programnak az egyik oktatója, és ebben a videóban szeretnék egy kicsit beszélni nektek a nemrég elindult szeretet és egység mozgalomról, és azon belül is az Anamé körökről. Hogyha az Anamé programról szeretnétek további információt kapni, akkor egyrészt a honlapunkat tudom ajánlani, másrészt pedig a videó alatti linkben találtok még információt róla. Jó, és akkor az Anamé körökről, hogy tulajdonképpen mi is ez, mik is ezek az Anamé körök, biztos, hogy sokan, akik aktív gyakorlóink vagytok, már találkoztatok vele, és vagy hallottatok róla, vagy akár láttátok a honlapon a leírását, vagy vannak is, akik már gyakorolnak is, ilyen módon is velünk. Ezek tulajdonképpen olyan összejövetelek, amelyek heti rendszerességűek, és egy pár ember összejön a szeretet és az egység szellemében, és elvégeznek együtt, közösen, egy ajánlásuk alapján természetesen egy rövid gyakorlatsort, meditációt elmondanak, közösen megerősítést, visszajelzést adnak egymásról, vagy egymásnak a saját fejlődésükről, és aztán az Anamé program a későbbiekben, amikor majd ezek a körök tényleges regisztrációval bekapcsolódnak az Anamé programhoz, akkor különböző ingyenes programokkal támogatja majd őket. Ilyenek lesznek online meditációk Anaméval, vagy oktatói mentorálási lehetőségek, illetve olyan frekvencia, amit kifejezetten az Anamé körökre hangolva tudunk majd biztosítani, és hogy ezek mind-mind ingyenes lehetőségek lesznek. Ezekről a körökről tulajdonképpen minden fontos információt megtaláltok majd a honlapon, az Anamé News menüpontban, amit nagyon fontos elolvasni, hogyha ha érdeklődtök, és ugye szeretnétek egy ilyen körbe bekapcsolódni. És gondoltam, hogy arról beszélnék még egy kicsit nektek, hogy miért is indultak el egyáltalán ezek a körök. Azért gondoltam, hogy beszélnék erről, mert nekünk ez nagyon-nagyon fontos, és hogy sok munka van mögötte, rengeteget készültünk rá, és hogy vártuk azt, hogy ez végre napvilágot lásson, és hogy kikerüljön a világba. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy terjedjen a szeretet, terjedjen az egység, a világban, hogy minél több emberhez elérjen, mert minél több emberhez ér el, annál nagyobb hatással van a világunkra és az életünkre. Úgyhogy tulajdonképpen egy olyan világban élünk, amelyik pillanatról pillanatra azt kéri tőlünk, hogy válasszunk, hogy tegyük le a voksunkat valami mellett. És hogy egyre intenzívebbek azok a folyamatok, amik zajlanak a világban. Nem is akarok ebbe különösen belemenni, mert bárki, aki akár csak az utcán sétál, vagy bekapcsolja a tévét, vagy elolvassa a híreket, az biztos, hogy fog ezzel találkozni. És fog azzal is találkozni, hogy erre milyen választási, ezekre a folyamatokra, ezekre a jelenségekre, amelyekkel körül vagyunk véve, milyen választási lehetőségek adódnak. És látszik azt, hogy nagyjából két út áll előttünk. Lehet választani a félelmet, és tulajdonképpen mindent, ami a félelemből adódik, ami azon alapul. Gondolok a mások hibáztatására, vagy gondolok a gyűlölködésre, az ebből fakadó elkülönülésre. Ez körülbelül az egyik út. És van egy másik út, ami egy közösségi út tulajdonképpen, és ami a szereteten alapul, az egységen alapul, az együttérzésen alapul. És
és hogy ezek nem elvont dolgok, hanem hogy azt kéri tőlünk ez a világ, és azt kérik azok a helyzetek, amelyekbe találjuk magunkat, hogy egyrészt a saját személyes életünkben, másrészt pedig közösen is, úgy mint emberiség, valamiféle választ adjunk ezekre a kihívásokra, és ezekre a nehéz és sokszor új, egészen új helyzetekre. És emiatt minden egyes pillanatban, tulajdonképpen az életünk minden egyes pillanatában valamelyik utat választanunk kell. És az anamékörök ebben is óriási nagy segítséget tudnak adni, hogy ha egyszer megszületett bennünk az a választás, hogy igen, szeretnénk a szeretetet választani, szeretnénk az egységet választani, és az egymás támogatását, hogy akkor az ne maradjon meg egy fejbéli döntés szintjén, hanem olyas valami lehessen, amit tényleg élünk a mindennapjainkban, és amit ténylegesen a tetteinkben, a szavainkban, érzelmeinkben, mindenben meg tudunk valósítani. És ráadásul másokat is ugyanúgy támogatni vele. Az, hogy olyan emberek, akik erről hasonlóan gondolkodnak, ugyanúgy nyitottak erre, és törekednek erre a szeretetre és egységre, találkozni tudnak egy ilyen szellemiségben, és egymást tudják erősíteni, egymást tudják támogatni ebben a közösségben, az egy óriási nagy dolog, és nagyon-nagyon nagy ereje van. És ráadásul még sokkal könnyebbé is teszi a dolgunkat. Tehát, hogy egészen más ezt együtt csinálni közösen, mint magányosan harcolni napról napra. És hogy ezáltal közösen tudunk megteremteni tulajdonképpen egy olyan világot, amiben élni szeretnénk. Jó, még annyit szeretnék elmondani, hogy mi az, amit ti tudtok tenni. És hogy nagyon is sokat tudtok tenni. Például azzal, hogy csatlakoztok egy ilyen körhöz, és ezáltal választjátok azt, és vállaljátok azt, hogy ezt a szellemiséget ténylegesen élitek. És másokat is támogattok ebben. És azt is tudjátok tenni, hogyha látjátok valakin erre a nyitottságot, akkor elmondjátok neki, hogy létezik ez a lehetőség. Mert lehet, hogy lesznek sokan, akik soha nem fognak velünk gyakorolni, az anami programmal gyakorolni úgy, hogy nem fognak eljönni egy-egy kurzusra, vagy nem fogják használni a kiegészítő lehetőségeket, de választják azt, hogy a saját életükben szeretnék megélni a szeretetet, szeretnének ebben élni, szeretnék ezt kisugározni a környezetükre, és akkor egész biztos, hogy itt van a helyük ebben a mozgalomban és az anami körökben. Jó, úgyhogy emiatt én nagyon kérek mindenkit, akinek ez ugyanúgy fontos, hogy tegyen érte, mert nagyon sokat számít. Nagyon-nagyon sokat számít, hogy minden egyes ilyen választásnak súlya van. Hogy segítsünk magunknak, segítsünk egymásnak. És van már egy pár visszajelzés, tehát vannak olyan körök, amelyek már megalakultak, és jönnek a visszajelzések, amelyek nagyon-nagyon-nagyon örülünk, és hogy szuperek és csodálatosak, úgyhogy egyrészt várjuk a további visszajelzéseket, másrészt pedig nagyon várjuk ezt a szorosabb együttműködést, ami le is van írva ugye a honlapon, illetve amit említettem a videó elején. És ezáltal is, vagy ehhez kapcsolódva is szeretném még egyszer kérni, vagy hangsúlyozni azt, hogy mindenképpen olvassátok el ezeknek a köröknek a leírását. Jó, az anami news menüpontban, mert egyrészt ez az, ami biztosítani tudja, hogy ez a szellemiség minél tisztábban adódjon tovább, másrészt pedig ez az, ami a leginkább tudja segíteni a ti fejlődéseteket is. Jó, úgyhogy hát nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok,
és hogy én nagyon, nagyon várom, hogy hová fut ki ez az egész, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy el tudott indulni. És várom azt is, hogy minél többetekkel tudjunk találkozni. Jó, személyesen, vagy akár online ezekben a körökben. És sziasztok!